erre nézkedjed. Kezét csókolom, jó reggelt kívánok, és akkor tegyük tisztába, hogy most Simon Nagy Lillával vagy Dienes Lillával beszélgetünk. Mindkettővel tulajdonképpen. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. A Dienes Lilla a szerzői nevem, egyébként Simon Nagy Lilla vagyok, és ezen a néven jelent meg az első könyvem, a Napokban, ami az ünnepi könyvhétre készült, és most már elérhető, olvasható. Egy írónő életében, hogy az első könyve az ünnepi könyvhétre jelenik meg, így egy mondatban, azért az egy jó dolog lehet. Igen, ez nagy dolog, és nagyon örülök neki. Ez egy régi álmom, vágyam volt, ami most így megvalósult, és fizikai valójában is megfogható. Az egyetlen év története már régóta élt a fejemben, és hát elmúlt egy-másfél évben írtam meg, és találtunk egymásra a kiadóval. Úgyhogy így alakult ez a történet, hogy ti is most a kezetekben foghatjátok. Azt hiszem, hogy a legevidensebb kérdést fogom most feltenni. Igen. Miről szól az egyetlen év? Az egyetlen év négy nő egymásba fonódó sorsáról szól. Tulajdonképpen azt a kérdést feszegettem, hogy mennyire van jogunk és lehetőségünk egymás sorsát befolyásolni, szabad-e ezt, és ha igen, ennek milyen következményei lehetnek. A századfordulón játszódik, Budapesten és Párizsban, illetve Gödöllőn is, és úgy érzem, hogy egy nagyon izgalmas világba sikerült belecsöppennem. Te Budapesten születtél, de Gödöllőn nevelkedtél. Igen, meg éltél Párizsban, és elkezdtünk tegeződni. Igen, már az elején elkezdtünk, így van. Szóval akkor gyakorlatilag szedtél a másik, vagy alkottál három másik hölgyet, vagy te vagy mind a négy hölgy? Vagy... Mindegyik vagyok, és egyik sem, sőt tovább mennék, hogy a férfi karakterekbe is bele tudja vinni az ember a saját gondolatait. Az a szép az írásban, hogy az ember minden lehet egyszerre. Fiktív karakterek szerepelnek benne, vannak olyan karakterek, akiknek van történelmi alapja, háttere, illetve valós történelmi személyek is. Ő belőlük alkottam egy ilyen közös képet, egy tablót. Azt mondtad, hogy leginkább azt a kérdést feszegeti a könyv, hogy mennyire van jogunk beleszólni, befolyásolni a másiknak az életét. Ezt mondjuk drámákon keresztül érezzük meg, hogy mit okozhat az én valamilyen tevékenységem a másik életére, milyen hatással lehet? Tehát, hogy ha egy pillanatban azt gondolom, hogy egy hozzám közel álló személy esetleg olyat csinál, amit nem kellene, és én kívülállóként úgy látom, ő egész más szemszögből látja a saját helyzetét, és nem biztos, hogy jogom van beleszólni mások döntéseibe, és nem biztos, hogy ennek jó következményei lesznek. Persze, de választ is adsz rá, mert nagy valószínűséggel minden dolog egyedi és egyedi. Hát hány olyan történetről hallottunk, hogy a barátnő meg tudja, hogy az ő legjobb barátnőjének a pasia, az más barátnőnek ott barok. Igen, és akkor most megmondod-e, vagy nem mondod, és nyilvánvalóan, ha megmondod, beleavatkozol, ha nem mondod meg, akkor is valamilyen akkor is módon akkor hatással vagy. Akkor indirektan bele, bocsánat. Szerintem az életben az a szép és az érdekes, hogy sose tudhatjuk, hogy mi lett volna, ha. Tehát, hogyha egy folyóban már beleléptünk, akkor onnét már nincs visszaút. Érdemes elolvasni a könyvet, mert kiderül, hogy vannak olyan helyzetek, amikor ez jó ötletnek tűnik, illetve olyan helyzetek is, amikor nem kellett volna. Akkor még jó ötlet. Igen, ott akkor még jó ötletnek tűnt, igen. Hogy írsz? Megírod a könyvet, és utána minden mondatot újra ezerszer átrágsz, vagy kihúzod, összeteszed újra, vagy pedig ez egyszerre kiszalad? Én úgy szoktam írni, mint egy filmet néznék, ami nagyon érdekes, és én nagyon szeretek írni. Tehát előfordul, hogy becsukom a szememet, és elképzelem az adott helyzetet, és onnét már magától működik a történet. Kinyitom a szemem, leírom, hogy mit láttam. Azt mondtad, hogy egymásra találtatok a kiadóval, és azt mondtad, hogy nagyon-nagyon szereted mindazt, amit leírtál. Ez azt jelenti, hogy ez egy hosszú-hosszú és sikeres útnak az első lépcsőfoka volt. Én nagyon remélem. A blogger szférában már jó visszajelzéseket kapott a könyv, és ezért is vettem a bátorságot, hogy kiadó felé is nyissak. Egyelőre nagyon jó visszajelzéseket olvastam az egyetlen évről, úgyhogy nagyon remélem, hogy ez így is fog folytatódni. Azt rögtön egy mondatot, ahogy kiragadok. Hőseit csábítja a pletykák és a bosszúvágy mérgező íze, az élni, szeretni és tetszeni akarás. Tehát nagyon női, ezt ebben a fél mondatból lehet érezni. De egyébként összességében véve, most ugye így, hogy hőseit kiadót rendeltek, eljut eszembe a kérdés, igen, hogy ez egy ilyen klasszik, könnyed nyári olvasvány, vagy annál sokkal mélyebb, és nagyon olyan, amikor meg kell állni néha egy-egy mondatnál, egy-egy gondolatnál, hogy hú. Igen, ez egy kicsit a női íróknak a csapdája, hogyha nőként nőkről írsz, akkor az csak romantikus, szirupos történet lehet szerintem. Én miért nem mondtam? De ez egy alapfeltevés szokott lenni.
ez szerintem ebben az esetben abszolút nem igaz. Tehát aki arra számít, hogy megtalálják egymást és boldogan élnek, még meg nem halnak, akkor ez egy más kategória. Kicsit a nők helyzetét is szerettem volna gorcsó alá venni, hogy milyen lehetőségeink vannak, akár most, akár a századfordulón. Úgyhogy ez egy kicsit kevésbé könnyed olvasmány, de szerintem a nyári kategóriában mindenképpen belefér. Te szerettél volna századfordulón élni egyébként, ha már így adja magát a kérdés? Élt a századfordulón, csak nem azon a századfordulón. Most iszonyúan megijedtem, hogy ebben... De hát élt, hát Juditka 10 évesnél, 19 évesnél... Szóval az előző századfordulón szerettél volna élni. Én jól érzem most ebben a korban magamat, ahol éppen vagyok, de mindenképp érdemes lett volna, és ahogy meséltem, mindhárom helyszínen éltem is. Uh-huh. Tehát ugyanezek a helyszínek nagyon izgalmasak voltak ebben a korban, és nagyon sokat olvastam egyébként utána, akár korabeli filmfelvételeket is megnéztem, úgyhogy egy nagyon varázslatos világ az egyetlen év. 40 másodpercünk van. Egyrészt nem tudom nem megjegyezni, hogy nagyon profi lettél, tehát nem volt olyan megszólalásod, ahol az egyetlen évet nem ejtetted volna, és ez így is van. Milyen volt az első pillanat, amikor életed első könyvét így a kezedbe adták, hogy elkészült, nyomdakész, illata van? Remegett a kezem, nagyon, nagyon izgalmas volt, és váratlanul is ért, mert nem számítottam abban a pillanatban arra, hogy találkozom először a könyvemmel. Amelynek a címe? Szerinted? Úgyhogy felejtetetlen volt. És egyébként ráadásul ilyen nagyon szép, nagyon finom lett a borító, azt igen. Kell, tényleg ilyen jó érzés kézbe venni. Nagyon sok sikert kívánok hozzá. Köszönjük szépen. Köszönöm.